Nem sokára kezdődik, és jön a Művészetek Völgye, amelynek kapcsán már itt van a stúdióban két vendégünk is, egy független párbeszédet hallhattak Balázs és Dobó Enikő színész között. Szervusz, köszöntünk, jó reggelt kívánok, és itt van velünk Csibi Gergely színész is. Szia, köszöntünk, jó reggelt. Művészetek Völgye, és itt lesz majd a TikTok Boom premierje. Gergely, te nemrég voltál nálunk itt a stúdióban, úgyhogy az első kérdés az, hogy szoktál-e pihenni, nyaralni mész a Művészetek Völgyében, vagy dolgozni? Igen, ez a nyár, ez most nagyon sűrű lett, úgyhogy július 19-én lesz a Művészetek Völgyen, a Taján Dörögdi Művházban a TikTok Boom premierje. Utána bemutatjuk össze a Pesten is, de most nagy erőkkel készülünk, dupla próbákkal, úgyhogy a következő 2-3 hét az hát nem a pihenésről fog szólni, úgyhogy még közt a délután szinkronokat elvállalok, de el korán kelni. De örömmel jöttem. Ennek nagyon örülünk, főleg, hogyha minél többet hallhatunk rólatok és a különböző programokról. Mi lesz ez a TikTok Boom? Majdnem TikTok, egy kicsit áthallásos, de azért mégsem. Igen, hát ez Jonathan Larson nagyon híres musical zeneszerző életéről szól. Igazából nagyon szomorú a történet, mert ő 36 évesen elhunyt, és később ebből az anyagból, ami igazából az ő régi stand-up esséből lett kidolgozva, készült egy film is, és ez a musical formáció, amit mi fogunk előadni, mert hogy ő annak idején, amikor még próbálkozott befutni, akkor ezzel stand-up volt ennek az alapjával. A Művészetek Völgye és az ottani lehetőségek az egy tökéletes szintere annak, hogy egy premiért a színpadra vigyetek? Vagy kifejezetten arra készültek, tehát arra készültetek, amilyen lehetőségeitek ott vannak? Most már évek óta, talán ezt lehet mondani, hogy hagyomány a Völgyben is, hogy van egy saját színházi bemutató ott a Művházban, ami egyébként egy használható színházi tér, de már úgy alakítottuk ki a díszletet, és úgy alakul az egész előadás, hogy majd Pesten is, már azon a helyszínen tudjuk próbálni, ahol majd itt is bemutatjuk, de az egy létező normális színházi tér, az akusztikán azért kell majd dolgozni, és ami a nagy érdekessége, hogy mi is fogunk zenélni, Enikő is a basszusgitáron tanul, én dobolok, basszusgitározom benne, és talán egy picit többet is megkíván, mint egy normál musicalnél, hisz mi vagyunk a tánckar, a kórus, a főszereplők is, úgyhogy gyakorlatilag... Balázsnak szívének kedves téma. Hányan álltok a színpadon? Hárman, ugye aki Jonathan Larsont játsz, aki a John-t játszó színész, ember már kollégánk nem tud itt lenni, mert ő egy éjszakai forgatást fejez be éppen, úgyhogy vele vagyunk kiegészülve így hárman. Ne feledkezzünk meg az élőzenekarról. Igen, úgyhogy élőzenekarok is vagytok. Hárman szereplők, és amit itt a Gergely elmondott, ennyiféle megnyilvánulás kell a közönség elé. Tehát igen, és fárasztó? Ami... Szórakoztató. Szórakoztató. Főleg egy nyáron hatalmas. Mindenféle karakter bőrébe belebújni. De jól értettem, Enikő, hogy te csak kis kizárólag a darab miatt tanulsz most basszusgitározni, tehát hogy akkor azért plusz energiákat és szabad időt is kíván a történetőre. Igen, most már 2 hónapja elkezdtem magántanárhoz járni. Na és hogy haladsz benne? Tehát azért mire odaértek júliusban, akkor gondolom valami kis eredményt fel kell tudod mutatni. Hát az én egyik szólódalom alatt egyébként az Enikő gitározik, és abszolút olyan érzés, mint hogyha egy igazi zenész. Mint egy basszusgitáros. Igen, csak eljátszom, hanem ténylegesen. Igen, ami még érdekes, igen, ebben, hogy az önéletrajzi musical, tehát gyakorlatilag azt láthatjuk majd a színpadon, amit a John is átélt annak idején, és ő ezt írta meg, úgyhogy mi nagyon, nagyon várjuk, és mindenkit nagy szeretettel várunk majd július 19-én a Taján Dörögdi Művházban, mert mi nagyon készülünk. Mert a témakör maga azért nagyon fontos napjainkban, ez a 30-as útkeresés, a 30-asok korában, hogy mit is kezdjünk az életünkkel, a felnőtté válás, az elengedés. 40-es, 40 pluszosan is ugyanez. Tehát, ugyanez? De nyugi, majd megkeresünk. Erre is keresünk egy darabot. Pont ezt akartam kérdezni, hogy sikerről vagy sikertelenségről, melyikről szól inkább a darab? Hát, szerintem mind a kettő benne van, de főleg az a vezérfonál, hogy ha 30 évesen még nem történt meg az áttörés, dolgozzak-e még érte, vagy inkább fogadjam el ezt, és menjek el egy kávézóba dolgozni, vagy még mindig azon legyek, hogy még sikerülhet, és ezt a környezetemtől is megpróbálom még kisajtolni, hogy adjatok még egy kicsi időt, és mindjárt ott leszek, csak hadd szülessen meg az én nagy művem. De a döntést megkapjuk egyébként az előadásból? Mert hogy ma azért
a self-made korát éljük, a motiváció, ki miből merít, hogyan valósítja meg magát, és ehhez szeretünk azért csipegetni, például a kultúra területéről, akinek felelőssége vagy feladata egyáltalán választ adni erre a kérdésre. Igen, hát nagyon nagy felelősség reflektálni, de voltak éppen a nehéz kérdés ebben az egészben, hogy kiderül-e, hát én ezt nem tudom, mondjuk azt mondanám, hogy Jonathan Larson sajnos már nem maradhatta le a babérokat, ugye, mert ő pont a bemutatója előtti nap hunyt el, és így ebben az előadásban is úgy ér véget, hogy egy éppen csak felütéssel, de nem szeretnék spoilerezni, ez már egy kicsit olyan, úgyhogy ezért is megremegett a hangom. Nem, semmiképp ne spoilerezzétek el. Úgyhogy ezért kell eljönni, kiderüljön, de át van szőve szerelemmel, pont annak a fájdalmával, hogy egy ilyen karrier mennyire mély nyomást gyakorolhat, és sajnos megölhet egy már nem a bimbódzó románcot, hanem ugye a munkás együttlétet. Szóval ez is igazán érdekes benne. Maradtok utána a völgyben, vagy jöttök vissza dolgozni Pestre? Hát én maradok, én még egy gyerektábort vezetek majd utána, azon a környéken, nem a völgyben sajnos, de talán egy másfél napom lesz, úgyhogy én nagyon szeretem a völgynek a hangulatát, úgyhogy mindenképpen el fog tölteni ott egy napot. Enikő, én 15 évesen voltam ott utoljára. Nem mondom. Úgyhogy ez most olyan nosztalgikus. Rád nézve. Igen. Úgyhogy szerintem én is maradok egy picit. Dobó Enikőnek, Csibi Gergelynek köszönjük szépen. Köszönjük szépen.